Sziasztok! Hát vége van már a szilveszternek is, és ilyenkor van az, hogy ezt még karácsonyra hozott anyu jutúrót, meg van még egy ekkora darab póréhagymám, meg ugye tele van a hűtő ilyen újhagymákkal. Mindegy, és akkor ilyenkor szoktam elkezdeni ezeket elfőzni, és ez a minden bele recepteket imádom a legjobban egyébként, mert tök jó dolgokat ki lehet belőle kanyarintani. Most van három ekkora nagy darab csirke mellem, ez egy olyan, hát szerintem fél kilónyi. És akkor megint, én ugye tudjátok, hogy ha ilyen sütőben sült csirkét csinálok, akkor nem szoktam nagy szeleteket berakni, mert sokkal könnyebb a tárolásnál szedni belőle, ha ilyen kisebb szeletkékre van vágva. Ezt most már oda tettem melegedni ezt a serpenyőt, mert ezt tudjátok, ez az a német alumínium serpenyő, amit kaptam a edény shopból, és hát imádom, és ez nagyon vastag a fala, és ugye kellnek egy idő, míg bemelegszik, onnantól ezzel viszont gyönyörűen lehet benne dolgozni. Nagyon-nagyon szeretem, de hát sajnos a ára is. Sőt, még megsütni is ebbe fogom, mert le lehet venni a fülét, meg egyébként 230 fokig bírná. Na mindegy! Ezt most kétszerre fogom tudni kisütni. Egy nagyon pici olívaolajat teszek az edénybe, és ha már elég meleg, akkor a csirke felét beledobom, és amikor megfordítom, akkor a kis házi fűszersómmal meg fogom sózni. Ezeket most nem kell túl pirosra sütni, azért sütöm elő, mert nem szeretem, ha a csirkének a leve belefolyik nagyon az ilyen sütőben süt dolgokra. Van, aminél jó, hogyha ilyen jellegű lé vagy szap van rajta, de én nem kedvelem okvetlenül mindig, hogy egy ilyen vizes valami ázzon az alján. Úgyhogy ilyenkor szoktam hát elősütni, vagy megsütni végül is. Gyorsan fog a sütés is zajlani a sütőben, úgyhogy 220 fokos sütőbe fogom betenni. Ez hány darab? 3, 6, 7. 3, 6, 7. Jó. A lényeg, hogy ezt most szépen megpirítom. Addig szoktam sütni, amíg már így elkezd fehéredni a hús. Látjátok, nincs rommát sütve. A sütőbe, tehát nem baj, ha pár rész nyers marad benne. Picit lepirítom, és mire megcsinálom a többi cuccot, fog egy kis levet engedni, és azt nem fogom beletenni most az ételbe. És akkor nem lesz annyira ilyen vizes lé alatta. És ezt most annyira sózom meg, mint amit egy-egy ilyen szelet húst az ember megsóz meg egy rosszon sütés kapcsán. Egy picit pirítom, és a másikat ugyanígy megsütöm. Na, megsült a második kanyar is, most lezárom a tüzet, kiszedem ezeket is. Nézzétek meg az ilyen vastagfalú edények, ez az AMT az a márkája, egyszerűen nem ég le benne még kijön plusz tud se, mert annyira jól elossza a hőt. És most így, ahogy van, hát egy pici olívaolajat még tehetek alá, de Isten igazából, ha nem tennék, az se lenne baj. Egy nagyon picit megolajozom az edény, és most alulra szórok összevágott hagymát, ilyen zöld hagymákat, ami van otthon, újhagyma, póréhagyma, bármi tökéletesen megteszi. Most erre ráteszek még ennyi új hagymát. Belevágtam a hagymákat, és most ezeket a kis elősütött húsokat, mert van az, amit hát például ezt is, ha most ketté vágnám, most megmutatom, azért még nincs belül teljesen átsülve, tehát ebből fog még azért folyadék is kijönni. De már egy keveset akkor is nyertem vele, hogyha... Hát meg a pörzsanyag az ugye az plusz szízta, de ezt most belepakolom itt szépen ebbe a kis edénybe. Látjátok, hát ennyi vízzel már kevesebb vagy húslével. Egyébként ennek jó íze van, de én nem szeretem minden esetben, ha nagyon-nagyon tocsog a dolog, és akkor most a sajtból, hát nem tudom, így dobálok rá. Ezt ugye, hogyha elég jó, van olyan jussajt, ami még ennél is keményebb,
Hát ilyen kis szeletekben így rápakolgatom a húsra. 10 dekát tettem rá, tehát a felét ennek a tégelyes túrónak. Most jön a fő ízesítő, nem fogjátok kitalálni. Paprikás szalámi még hozzá, ez a PIK, szegedi PIK paprikás szalámi. Ugye ennek brutál jó íze van, és tulajdonképpen ezzel fogom fűszerezni. Tehát oké, hogy a csirkén a fűszersóba is volt, és mint egy pizzát, itt szépen végigrakom a szalámit. Hozok meg. Így. Ugye ez a jussajt is szépen szét fog olvadni alatta. És most lereszelek 10 dekat trapista sajtot. Lereszeltem a 10 dekat a sajtot, és ezt szépen így rászórom. És jól láttátok, direkt nem sóztam meg a hagymát sem, mert ugye abba az edénybe sütöm, amiben a sózott csirkéket sütöttem. Tehát egy pici ott is marad az alján, és minden, amit ránk teszünk a jutúrótól kezdve a sajtig, a szalámin keresztül, az minden sós ízű. Tehát ennél több só erre az ételre nem kell, és ez megint olyan, hogy szinte el se lehet rontani. Tehát ha van egy jó fűszersótól, tök egyszerű összedobálni. És ezt most szépen a 220 fokos sütőbe beteszem, amiért még imádom ezt az edényt, mert ezzel tudom kibevenni, és nem égetem meg a kezemet. Na, jövök a végkifejlettel majd, ha megsütjük. Ja, és bármilyen köretet lehet hozzá, nálunk zöld köret lesz, meg rizs mellé. Na, hát most vettem ki a sütőből egy... Szerintem nem volt bent negyed órát, és nézzétek meg így, hogy elősütöttem, hogy egy ilyen nagyon pici kis sűrű szaft, nem tudom, látszik a videóban ott, van alatta, de nem tocsog a tehát egy ilyen sűrű lé, ugye a jutúró is, amit így beleolvad, egy ilyen sűrű lé, ezt meg is postolom, van alatta, ezt hagyom egy picit hűlni, és hát természetesen majd ilyen falapátkanállal fogok kiszedni belőle, hogy ne sértsen meg az edényt. Hát, figyeljetek, Isten! Már ebből lehet érezni, úgy néz ki, mint egy csirke pizza. Tök jó. Na, kicsit hagyom hűlni, meg a rizs megfőzöm, és akkor az évek egy kóstolással. Ja, bocsánat, és még valami, és ezért kell 220 fokon sütni, hogy jó gyorsan piruljon meg a tetején a sajt, meg a cucc, mert akkor nem megy össze annyira a csirke, hogy nem jön ki belőle még egy csomó lé. Tehát így szaftosabb marad a hús, mint a 180 fokon sütnétek, mert akkor lassabban pirulna meg, tovább sülne, és szárazabb lenne a csirke. Több szaft lenne alatt a maximum. Rájöttem, hogy nem kell emellék köret, mert elég, ha csak a húsit megkóstolom. Itt van alatta a kis hagymák, ugye rajta ott a... Hú, de... És olyan illata van. Itt a sajt alatt rajta van a krémes jutúró szaláminak, ugye tök jó íze van, sült sajt, csirke, puha. Ugye, bocsánat, csak lenyeltem. Ez megint amennyire egyszerűen összedobható, annyira finom étel, és aki szeret a jutúrót, az bátran ugorjon neki, mert nem fogjátok tudni elrontani. És nézzétek meg, tényleg nem áll alatta a lé, ennyi lé van alatta, mint ott látok. Na, jó étvágyat kívánok hozzá, jó főzést, könnyű kajákat, sziasztok!